Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit, hogyan gondol? Mit tervez? Hogy gondolkozik el rólad erről a párkapcsolatról? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Gyertya mágiával, aminek van mágikus hatása. Én a gyertyát előkészítettem, beolajoztam, és ez a piros színű gyertya utal a szerelemre, de mind arra, amit kedvelsz. A videó végén átküldöm ezt a szerelmi energiát, ami már most is érezhető. És mit közölnek a kártyák? Itt látható, hogy nála vannak kihívások, nehézségek, ő fáradt, kimerült, az is lehet, hogy beteg vagy betegeskedik, de úgy két héten belül javul a helyzet, hiszen meg lesz a belső nyugalom, a harmónia. Itt ez a kép jelenti az ő álmait, vágyait, terveit, persze kihat rád is. Itt a kelyhek utalnak az érzelmekre. Oda kell figyelni erre a kártyára, hiszen minden egyes kehely utal egy álomra, egy elképzelésre. Ha hiszel ebben, akkor ez az álom megvalósul. De válasz ki egy kelyhet. És ez jelenleg a párkapcsolat, ami most kihat a következő egy-két hétre. A második kehely, a következő lépés, az majd lesz az anyagi helyzet, a munka, a hivatás, de várakozz, mert az beteljesedik úgy 3-4 héten belül. Ami jelenleg fontos, az a párkapcsolat, te és ő, hiszen átnyújtjátok egymásnak ezt a kelyhet, kimutatjátok az érzelmeiteket. Tehát koncentrálj most ennél az álomnál a szerelemre. Ha hiszel ebben, akkor ez megvalósul. Ha nem hiszel benne, akkor marad egy illúzió, és akkor mindez csalódásokhoz vezet. De itt megvan az erő, a belső erő, a hit is. Itt látható ez az angyali segítség, és megjelenik ez a mágikus, ez a varázsló, jelenti a vonzalmat kettőtök között, és segít abban, hogy ez az álom megvalósuljon, és itt vannak a lehetőségek, hiszen ez a két kéz átnyújtja ezt számodra. És ez az arany érem utal az értékekre, hogy te értékes vagy számára, vagy fordítva, ő értékes számodra, amit ez az arany érem még jelent, a föld eleme. Itt még álmokról van szó, a föld eleménél már reális dolgokról, tehát ez megvalósítható, hogy közeledjetek egymáshoz, hiszen megvan a vonzalom, ez ad életerőt is. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt trónolsz, és kimutatod a tűz elemét. Ez a bátorságod, a lelkesedésed, de jelenti a szenvedélyeket is, egy testi kapcsolat. Miután érzitek ezt a vonzalmat, meg lesz a találkozás, megtaláljátok ezt a harmóniát a párkapcsolatban, amikor ez az álom már megvalósul, hiszen a szerelmi energia hat most rád, miután megvan a biztonság érzete, a következő helyzet lesz majd az anyagiak és a munka, a hivatás. De ez most nem a középpontban áll. A következő egy-két héten belül fontos itt a párkapcsolat. Utána, úgy 3-4 hét múlva, akkor lesz az anyagi téma és a hivatás, ami lehet egy új kezdet is,
itt megvan az elismerés, hiszen látható ez a büszke tartás, amikor úgy érzed, igen, eléred a céljaidat, előre mennek az események. De sorjában kell ezt tenni, jelenleg a párkapcsolat, a szerelem fontos, utána pedig az anyagiak, a munka, a hivatás, és ez a kártya utal a sikerekre. És én most átküldöm neked ezt a szerelmi energiát, csukd be a szemedet, helyezd magad kényelembe, gondolj ezekre az álmokra, legyen meg a belső erőd, a hited, ez az angyal segít, és itt lesz hamarosan egy találkozás, egy nagy szerelem. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!